hol nem volt az óperenciás tengeren is túl, élt egy király, annak volt egy gyönyörűséges lánya. Az a lány olyan csodálatos volt, a napra lehetett nézni, de ő rá nem. Így kezdődött egy mese, és az óvodásoknak megtartott mesemondó verseny a művelődés házában. A Sárospataki kistérségből 27 óvodás érkezett. Lassan 20 éve a könyvtárunk megrendezi az óvodások mesemondó versenyét. A szép számú jelentkezők is azt bizonyítják, hogy ez nem csak nekünk fontos, hanem ez az óvodáknak és a pedagógusoknak, szülőknek is fontos, hogy a gyerekek minél hamarabb találkozzanak a mesével, és nem csak mesét olvasni, mesét hallgatni szeretnek, hanem szeretik el is mondani. Zárt voltam a három hó, egyszer régen, nagyon régen, zúgó erdő közepében, három nyulak összegyűltek, saján fűre települtek, ottan sem ültek sokáig, talán csak egy fél óráig. Itt azért is szeretnénk, hogyha elsősorban a tanítónénik zsűriznék a gyerekeket, hiszen az eredményhirdetéskor olyan személyre szóló tanácsokat tudnak adni, ami később a későbbi megnyilvánulásaikban, illetve az iskolában is segíteni fogják a megszólalásukat, megjelenésüket, magabiztossá tehetik őket. Csillagszemű ház a csillagszemével felnézett. Mergére akkor megszeredült, így a lábához feküdt, és a kezét nyalogatta.